Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a Keddi Kaleidoszkóp című sorozatunknak a harmadik műhely beszélgetésén. Én Solymosi Tari Emőke vagyok, a Magyar Művészeti Akadémia művészetelméleti tagozatának a vezetője, és először is nagy szeretettel bemutatom Önöknek Súlyok Miklós akadémikus urat, művészettörténészt, aki ennek az egész sorozatnak a szerkesztője, szakmai felelőse. És akkor most van az a pillanat, hogy nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Fekete Ibolya rendezőnőt, forgatókönyvírót, dramaturgot. És akkor nagy szeretettel mutatom be másik akadémikus társamat, Tóth Klára, a filmkritikus filmesztétát, aki szakértő módon fogja kérdezni Fekete Ibolyát. És köszönöm szépen, akkor át is adom a szót. Lajos, pakolunk! Csavargó öreg asszony lett belőlem. Anyámat igenis a történelem kergette végig az országon és a 20. századon. És akkor mi külföldiek leszünk? Futó bolondó gyülekezete volt az egész família. Jé, cseresznye. Neked van gyereked? Nincs. Nekem anyám van. Hát nem voltam valami csúnya lány. Na, mi lesz már? Nem lehet kiszámítani ebben a lehetetlen országban, hogy mi lesz a jó. Ő a Lajos. Mi van már? Karcsiknál benne vannak az oroszok. Ura! 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 Maga Barkóné, itt most a mi lakunk. Nyissák ki! Elköltöztek ezek! Rég Amerikában lehetnék. Itt mindig minden az én bőrömre megy. Lajos! Te maradj ki a történelemből! Személyes ez a film. Édesanyád élete köré szerveződik, és úgy tudom, hogy mint minden másik filmednél is, itt is a dokumentum a tények mellé, a fantázia legalább olyan erősen. Igen, hát ugye ez egy kicsit még zűrösebb, mint a korábbi filmek, mert nagyon személyes az alap, tehát valóban az én saját édesanyám élt 94 évet, és költözött 27-szer életébe, és akkor ez volt az alap. Meg mindenféle családi legendák, ugye minden családban ott van az az anekdóta kincs, amiről már nem tudjuk, hogy a nagybácsival történt, vagy a nagynénivel, vagy de minden esetre az esetet emlegetik. És ehhez jött aztán részben baráti körből, más családokból, innen-onnan még más, és hozzá találtam ki ezt meg azt, ma már nem is pontosan tudom némelyik dologról, hogy megkitaláltam, vagy megtörtént. De hát mi normálisan hát egy elég gazdag eredeti anyagból az ember egy mesét fabrikál, tehát ez soha nem úgy van. És akkor mindig jönnek a kérdések, hogy na jó, de akkor édesanyád pont így csinált, vagy úgy csinált? Nem, nem pont úgy csinált. Majd nem, de ez még se egészen. Tehát ennek azért mindig ahhoz, hogy ebből egy film legyen, ahhoz azért az ember mindig mindenfélét művel az anyaggal. Én úgy látom, hogy ennek a mostani filmednek a dramaturgiája valóban egy nagyon bátor filmkészítési módszerhez nyúltál, hiszen vállaltan nagyon eklektikus. És azt hiszem, hogy bátran keresgélted azt a fajta új dramaturgiát, amivel esetleg meg lehet közelíteni a kelet-európai ember problémáját. Hát
Köszönöm szépen, ez dicsérőleg hangzik nagyon. De nem olyan titokzatos ez. Hát egyszerűen a történetek a maguk módján zajlanak. Sok mindenféle törvényszerűségnek engedelmeskednek, a dramaturgiának alig. Tehát már legalábbis ezeknek a mesterséges dramaturgiáknak, amikkel ezek a filmes műfajok dolgoznak. Rendszerint abból tud az ember fölépíteni valamit, amilyen anyaga adatik. Tehát ha 100 év alatt, ugye az élettörténetek mindig elég nehézkes dramaturgiát adnak, mert hiszen semmi más nem történik, mint hogy valaki megszületik, előbb gyermek, később fiatal, és aztán felnőtt, és aztán megöregszik, és meghal. Már most csak azt teszi érdekessé, hogy mi történik vele körülötte, és ő erre hogyan reagál. De ez, hogy mondjam, ez egyfajta dramaturgiai szerkezet, és az ember azzal próbál valahogy ügyesen gazdálkodni, hogy ez ne legyen unalmas. Az, hogy itt különböző stílusok játszanak, hát ugyancsak nem lehet 100 évet egyfajta stílusban elmesélni. Azt gondolom, mert a rettenetes nagyok a különbségek, stiláris különbségek a gyószerivel évtizedenként. Tehát ha mi 7 korszakot raktunk össze, csak az volt az elgondolás, hogy anélkül, hogy ez különösebben tolakodó lenne, vagy széttördelni a mesélést, minden korszaknak a saját filmes stílusát próbáltuk egy picit oda belecsempészni. Egy kicsit stihje minden korszaknak van, egy kicsit az eleje olyan, mint a burlesk, a némafilm, aztán kicsit olyan, mint a 40-es évek magyar filmje, aztán jön a szocreál, aztán jön egy böszörményig ez a film a 70-es években. Szóval próbáltuk követni, de pont csak annyira, mert hát ebből rettenetes nagy művészi alkotásokat lehet előállítani, de az nem kedvez a történetmesélésnek. Tehát pont csak annyira használtuk ezt, hogy néző ne essen ki a székből, és ne tolakodjon a történet elé. Ibolya, mikor 6 éve csinálod a filmet? 7. 7. De mikor jutott először eszedbe, hogy neked ezt meg kell csinálni? Nem nekem jutott eszembe, hanem a Rózsa Jánosnak. Valamit, nem is tudom milyen okból, valamit kávéztunk, és akkor már meghalt a mama, de hát ugye ez egy ilyen folytatólagos történet volt, hogy a mamának ezek az őrületes, ugye ebbe részbe kevésbé látszik, de hát hihetetlen, miket beszélt és mondott, és nagyon vicces volt, és nagyon szívszorító. És valahogy meséltem neki az anyul, és azt mondta, hogy ezt kell megírni. Hát minden esetre bámulatos, mert azt ugye tudjuk mindnyájan, hogy az összes művészeti ág közül, mert ugye ebben a sorozatban mindenféle műszületéséről szó van, azért a kihordási idő, meg a vajudás, meg minden a filmnél a legfájdalmasabb, és a legbotrányosabb, és a legnehezebb, hiszen annyira ipari, és annyira idegen. Hát, nagyon sok a kötöttség, szóval azért itt ugye 48 helyszín volt, 80 szereplő, csak a szöveges szereplők, évszakok, ruhák, korszakok, minden kutya füle. Úgyhogy ez elég húzós. Ahhoz képest nagyon kicsi volt a költségvetés. Tehát, hát igen, ez a... mennyi volt? 450 milla volt mindösszesen, és ebből ugye 190 a magyar pénz. Igen. Tehát többi az a német meg a bolgár pénz. Úgyhogy nagyon spiccen álltunk. Tehát ennél 400-at adnak egy mai magyar történet. Igen. Budapest 4 szereplő kamara történetre ma. A család történet, mint olyan, az a rendszerváltozás után hát szükségképpen jött elő, és egyáltalán érdekelni kezd, fellélegeztek az emberek a sok hallgatás után, és mindenkit érdekelni kezdett a saját, ha más nem, a saját családja története, és tényleg állandóan memoárok jelentek meg, és mindenütt, tényleg irodalomban nagyon sok családtörténettel találkoztunk, hát filmen kevésbé. Ott ezt akartam mondani, az irodalom megtette a magáét az ügyben, filmen alig történt. Volt, ez is volt egyébként az ambíció, és az igazság az, hogy eddig be is jött. Tehát már a forgatókönyv, aminek egy része megjelent a filmvilágban, egy elég tetemes része meg elég, amiatt, hogy ilyen hosszú volt az átfutása az egésznek, többen olvasták, mint amennyit normálisan ember, hány ember szokott olvasni egy forgatókönyvet. Már azzal is megtörtént, és most a film eddigi vetítései után is az, amit akartam, hogy azon nyomban elkezdi mindenki mesélni a saját családja történetet. Mert végül is, hát ez ugyan van benne ez a kis habokosság, hogy ilyen költözős
társaság Igen. voltunk, de végeredményben mindenkivel ugyanaz történt, mint az összes többi családdal, hát, hogy már mindenki ugyanazt a 100 évet csinálta végig, és valahogy valóban hívja el, szóval van erre egy igény, hogy mindenkinek van egy érzelmi igény is arra, hogy és akkor nálunk ez hogy volt, és velünk hogy történt, hiszen mindenkinek ott van a hátizsákban ez a dolog, és előbb-utóbb mindenki szívesen is szedi elő. Másik filmedben, a Csikóban is, még talán a Bolsevitában is, de itt aztán az archív, a történelem archívokban jelenik meg, és ugye a sorsok pedig hát fikcióba is forgatott jelenetekbe. Legtöbb esetben bravúrosan úszik egymásba ez a kettő. Hogy lehet, mennyi idő az, amíg kiválogatod a jeleneteket? Hát szóval ez valami egészen sziszifuszi dolognak tűnik 100 év történelméből a legjobb jeleneteket kiszedni. Meg kell mondjam, hogy ez egyszerűbb volt, mint a Csikóba. Ugyanis ezeket az anyagokat az ember ismeri, hát legalább én ugye 31-nál éve vagyok a szakmában, világéletemben mindig néztem az archívokat, régi híradókat, régi filmeket, játékfilmeket, mindent, ami régi kép anyag volt, azt én mind néztem, tehát én nekem sok minden megvolt a fejemben. Plusz ugye volt a Varga Jajó, aki hát egyszerűen nincs olyan kocka, amit ő nem ismer, tehát ő is segített. Abban a szempontból egyszerűbb volt, hogy nagyjából tudtam, hogy hova kell nyúlni. Mondjuk a Csikó esetében, ahol volt egy, ott ugye nem múltat kellett keresni, ott a délszláv háború. Tehát ott háborús anyagokat, ugye ott az volt az ambíció, hogy a valóságos dokumentumsnitteket, tehát ahol ottan frontoperatőrök forgattak, azt összecsúsztatni a saját jeleneteinkkel. Az sokkal sziszifuszi munka volt, mert ott beláthatatlan mennyiségű anyag volt, és ott azt akkor újonnan kellett végignézni és kiválogatni. De hát azért így is ez hetek, hónapok, amíg ez összeáll, hogy mi lesz a legjobb. És valaki azt mondta, hogy igen, talán egy kicsit csinnyen bántál a kegyetlenséggel, tehát azért sokkal kegyetlenebb, sokkal morbidabb, nehezebb, tőled is hallottam ezer szituációt, hogy igen, ez így nagyon megfogja az embert, és a szíve szakad meg, de mondom, volt egy ilyen vélemény, hogy talán lehetett volna egy kicsit erőteljesebb, drámaibb. Nem, az a helyzet, hogy ebben nem a részletek a drámaiak. Őszintén szóval, fenet ugye nekem nem marad, az ember nyilván hárít, nem nagyon maradt olyan igazán brutális emlékem arról, hogy időnként a mama hisztizett, olyan jelenet van. De van, igen. Időnként én hisztiztem. Szóval ez azért nem ennyire cuki dolog, de nem az az érdekes. Egyébként ahhoz képest valóban, hogy mondjam, hogy az ember anyja hogy megy el, ahhoz képest ez valóban egy eléggé, hát hogy nem mondjam, mulatságos verzió volt. Egyrészt a mama még demens állapotában is meglehetősen jó humorról, érzékről tett szantanus bizonyságot. És ez az egész bolyongás, amit ő vele évekig kellett csinálni, ez nekem tulajdonképpen eléggé, hát nem is az a jó szó, hogy élvezetes, de szóval én ezzel ebben jól voltam. Hát az ember teljesen fogja a fejét, hogy Jézusom, nem lehet kibírni, borzalmas, de igazából nem. Nem ez a nehézsége ennek, hanem az, hogy ez egy vesztes meccs. Tehát az ember az utolsó éve, szülei utolsó éveiben tiszta erejéből megpróbálja életbe tartani. Miközben ezt lehet tudni, hogy ezt bukni fogjuk, mert meg fog halni, ha a fenéte, ha akármit csinálsz, akkor is meg fog halni. Úgyhogy ez egy eleve vesztésre ítélt küzdelem, amit az ember azonban mégis végigcsinál, amennyi mint tiszta erőből, és aztán, hát az meg egy másik kérdés, hogy ha mindent megtett, akkor is lelki furdalása lesz, tehát valahogy a mi kultúránkba azért bele kell abba gebedni, hogy a szülők meghalnak, tehát ha mindent megtettél, akkor is úgy érzed, hogy de aznap nem adtad oda neki a teát pont akkor, amikor kérte, tehát valószínűleg ezért halt meg. Most ebbe emberek belebetegszenek, ez borzasztó. Nem megszépíteni akartam én ezt, hanem azt akartam volna mondani, hogy ezt így szépen nyugodtan tudomásul kell venni. Hát, hogy ez így lesz, hogy meg fog halni mindenkinek,
anyája és apája, belekeveredünk, de ez a történet. Gyönyörű különben a filmben, ahogy nagyon finoman és csak olyan utalásszerűen, de ez az ő gyermek, ahogy megfordul a szerep, hogy igen, ő a gyerek és mi vagyunk a szülők, a gondoskodók, ez nagyon igen, szépen. Igen, de ezt minnyáján átéljük, igen, minnyáján végigcsináljuk, hogy ki tud, nem is nagyon tetten érhető az a pillanat, amikor az ember rájön, hogy az anyja vagy az apja már nem az a felnőtt ember, hanem valaki, aki már nincs egészen ítélő képessége teljes birtokában, és akkor át kell venni ezt a gondoskodó szerepet. Nekem viszonylag könnyű dolgom volt ebben az ügyben, mert ez csak egy lelki vagy szellemi történet volt. Tehát aki 10 évekre kényszerül, hogy fizikailag ápolja a hozzátartozóját, az azért valóban nem egy ilyen menet. Tehát itt valószínűleg ott van a vízválasztó, hogy kell-e 10 évig pelenkázni, vagy nem kell pelenkázni. Ez egy nagyon fontos különbség, mert amikor ez egy fizikai igénybevétel, ott azért az azért nem így zajlik. Azt gondolom. A történet, a 4 generáció története a szüleidnek a történetében kristályosodik ki, ott áll össze, és ez a történet végső soron a gyerekük, az egyetlen gyerekük diplomaosztásával nyeri el a csúcspontot, megkapja a bölcsészdiplomáját a lány, akkor már az édesapa már nem bányász, már talán betegeskedik, vagy nyugdíjas bányász, és betegeskedik, és rövidesen meg is hal. És akkor utána egy nagyon nagy ugrás van, és akkor már az tehát a te élettörténeted, vagy a te történeted igazából kimarad, és vannak, akik azt mondják, hogy kellett volna ebbe beleszülni a mi korosztályunkat is. Nem, mert ez nem a mi történetünk. Ez az ő történetük, az én számra legalábbis. A mi történetünk egy egész más, egy gyökeresen más történet, más konfliktusokkal. Ami engem érdekelt, az a 20. század, ami a szüleink generációjával nyomtalanul tűnik el az életünkből. Tehát én úgy gondolom, hogy olyan kicsi a kontinuitás, tehát annyira kevés dolog került át a 20. századból, ha jó, ha rossz, abban, amiben ma élünk, és hogy ez mindenképpen veszteség, hogy azt annak utolsó pillanatban vagyunk, hogy ennek még valahogy a történéseit, az életformáit, a létezés módjait, a tárgyi világát, a humorát, a beszédstílusát, ugye egész más nyelvet beszéltek, más szavakat használtak, hogy azt még valahogy menteni lehessen. Tehát ez volt az ambíció. Nem az, hogy most én így éltem, vagy úgy éltem, az a mindegy ebben a történetben ahhoz képest, hogy ez a generáció, amelyik 1910-11-ben született, és valamikor 2000 környékén ment igen, el, hogy az hogy csinálta végig ezt a századot. Na most azt azért tegyük hozzá, hogy ugye, aki nem látta, az nem... Tehát itt nem egyszer arról van szó, hogy össze-vissza költözködnek, mert arra támad kedvük, hanem az egész dolog arra van fölépítve, hogy itt mindig történik valami a 20. században, ami baj, vagy veszély, vagy fenyegetés. És erre konkrétan az én anyámnak ez az egy ötlete volt, hogy akkor ő elköltözik. A maga részéről ő továbbá. És akkor hát volt elég történet, ami elől el kellett költözni, és hol a Trianon jött, hol a gazdasági válság, hol a németek, hol az oroszok, hol a nyilasok, hol a kommunisták, és valahogy ez egy olyan társaság és egy olyan család volt, aki senkinek nem volt, mindenki keresztbe állt. Hát aztán ebből lett osztályidegenek, és akkor állandóan 50-es években egyfolytában följelentettek minket, hol ezért, hol azért. És akkor az anyukám azt mondta, hogy Lajos, pakolunk, és költöztünk. Na most ez, hogy ennek a hiába nyugszik meg ugye ez a történet nagyjából a 70-es évekre, amikor már tényleg nem bántotta a kutya se őket. És akkor ez, hogy megvan a diploma, az a odáig tartja a papa, vagy hogy mondjam, Gáspár Tibi, akkor az apa figura, odáig tartja magát, és viszi a széles vállain ezt az egészet, és akkor elege lesz, és azt mondja, na jó, akkor most abba hagyja, és meghal. Ami ugyancsak egy létező változat, vagy hogy mondjam, egy létező emberi magatartás, hogy amíg a kötelesség tart, addig zokszó nélkül. Igen. És amikor minden megvan, és na, akkor most jöhet az arany,
nyugdíjas kor, akkor azt mondja, hogy hagyják már békén, és gyakorlatilag 2 hónap alatt elmegy. Azért ennek a sok költözésnek és a sok odébbállásnak azért az volt az ára, hogy minden ambíciót fel kellett adni, tehát felfogták valamikor az 50-es évek elején, hogy itt ezzel nincs mit próbálkozni. Tehát ezzel nem lehet megküzdeni, a derekukat nem akarták beadni, tehát továbbállunk, de ez azt jelenti, hogy semmit nem fogunk akarni már az élettől, kizárólag azt, hogy a gyereket föl lehessen nevelni. És ezért volt mindennek a jutalma a Rumos megye tetején, hogy a gyerek lediplomázott, és akkor ezzel megvolt az életnek az a teljesítménye. És valóban itt ez... Azért, mert ez az apa figura, ez olyan, amilyen már nem nagyon létezik a mai világban, szóval ez a törhetetlen, töretlen, kedélyű és életerejű ember, aki arra is azt tudja mondani, ami a legrosszabb, hogy azt mondja, hát akkor majd nem kell itten ezzel bíbelődni tovább. Valóban. Olyan ember, szóval 2 olyan ember találkozott, akik tudták egymásról, hogy a másikkal le lehet élni az életet, akármi van. Tehát, hogy a másikkal nem lesz baj. Nem a történelem nagy, pátoszos, sorsfordító, politikailag így vagy úgy megítélt, történelmileg így vagy úgy megítélt tárházát akartam én itten felsorakoztatni, hanem csak ahogy az emberek ezt valahogy átélték. Most tetemesen kevesebb forradalmár volt 56-ban, mint azok, akik csak próbáltak valahogy talpon maradni és tisztességgel helytállni, ugyanígy 44-ben és ugyanígy Trianon után. Tehát ezek az emberek nem csinálták az én hőseim, és senki, aki körülöttük van, ők nem csinálják a történelmet, ők elviselik, elszenvedik és elviselik a történelmet. Na most ebből a szempontból, ha innen nézem, akkor nem a nagy mérlegre tevés, nem a nagy történelmi események mérlegre tevése és valamilyen lázas állásfoglalás az, ami itt segít abban, hogy megértsük, hogy hogyan éltek az emberek, hanem csak a józanész. Csak az épp erkölcsi érzék, és a józanész az, ami működik. És hát ezért aztán elég, hogy mondjam, ez valóban az a megközelítés a történelemnek, ahonnan a legtöbb ember átéli azt. Az én szavaim miatt az a képem erről, hogy a régi korok emberei jobban tisztában voltak saját magukkal. Tehát ők tudták, hogy ők kicsodák, ők tudták, hogy elég stabilak voltak az erkölcsi értékeik. Szóval az létezett, az erkölcsi világrend az egy létező dolog volt a számukra, és nem csak a számukra, azt gondolom, hogy ez generációs kérdés. Tehát világos képük volt arról, hogy mi a különbség a jó meg a rossz között, és hogy rendes ember hogyan viselkedik. Az anyám soha nem nevelt már, semmi ízét nem próbált belém szuszakolni. Csak annyit mondom, fiam, így nem lehet viselkedni. És ezt körülbelül lehetett érteni, hogy hát akkor ez itt nem helyes. És ők semmi más nem tettek, csak tudták, hogy nem lehet viselkedni. És ez annyi bátorság, és ez nem kevés kellett, mint kiderült az elmúlt 100 évben, nem kis bátorság kellett ahhoz, hogy ennek a mentén leéljenek egy életet, hogy lehet és hogy nem lehet viselkedni. És ez körülbelül, csak hát ennek mondom, meg kellett adni az árát, szóval ezért le kellett menni a térképről. De hát ez is, valahogy ez is rendben volt, békében voltak magukkal, és ez, mint általában tisztességes emberek, tehát magukkal nem volt konfliktusuk. Egyáltalán az nem egy könnyű dramaturgiai kérdés, hogy a konfliktus nem a családon belül van, hanem a család és a külvilág között. Tehát az mindig hálásabb, hogyha éppen valaki meggyilkolta a nagybácsikáját, a feleségét, vagy nem tudom micsoda, és akkor azt jól lehet elemezni. Speciál nálunk senki nem bántott senkit, na ezt meséld el úgy, hogy érdekes legyen, tehát ennek volt nehézsége, igen. Szóval tudom, most 7 évnek a, lehet, hogy korai is a kérdés, hogy mi jár most a fejedbe? Van ötlet. Van ötlet. Van ötlet. Nem mesélek, mert majd ez titkos. Na, mindig addig titkos, amíg az ember el nem vetődött, és el nem kezdett komolyan dolgozni rajta. Még egy kicsit körbe kell szaglászni, hogy mennyit tudok összehozni a történetből, hogy érdemes-e neki veselkedni. De most ugye eléggé fölpörgettem
itt a motorokat ezzel, hogy most... És tudom, olyan kevésen múlik, azon múlik, hogy a színészek imádták ezt a dolgot, azon múlik, hogy eljött a Danut a Safraszka, és örjöngő tapsvihar fogadta a nézőtéren. Szóval ezektől az embernek úgy egy kicsit megjön a kedve, igen, mégse hiába. Én nekem nagyon nagy szerencsém volt a szüleimmel, szóval semmilyen erőszaktétel nem fordult elő. Azt mondták, hogy azt csináld meg, amit te akarsz. Tehát az teljesen rám volt hagyva, hogy én mit akarok, csak sikerüljön. Tehát az ambíció az volt, hogy sikerüljön az, amit akarok. Hogy pont mit akarok, ezzel kapcsolatban nekik nem voltak se elképzeléseik, se előfeltevéseik, se nem próbáltak rám oktrojálni semmilyen ízlést, vagy bármit. Úgyhogy ilyen szempontból ez rendben volt. Az, a mama még, a papa már nem, de az anyám megérte, hogy sikerem is lett ezekkel a filmekkel. Ennek úgy örült, de akkor már egy kicsit túl volt a belátásképes korán, tehát olyan igazán nem ez érdekelte, hanem ha őt is vinném magammal bele ebbe a nagy buliba, amiben én vagyok, az még érdekes lenne. De hogy otthon ül, és örvendezik annak, hogy én most éppen valami helyen vagyok, hát ez nem vicces, szóval ebbe semmi izgalom nincsen. Valóban vállalkozó szellemű anyagot. Bármikor azt mondtam, hogy a mama megyünk, teljesen mindegy, egy Kiskunfél egyházára vagy Indiába, ő jön, az biztos. Úgyhogy, ne, szórakoztató, nagyon, nagyon remek darab volt a mama, igen. Még nagyon sok ilyen forgatási élményt kívánunk neked. Köszönjük szépen. És nagyon sok sikert a filmhez, és mindenki el fog menni a moziba. Ezen a hétvégén. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy lejárt a mi időnk, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok.